Szentpáli Roland Nyíregyházán született, és itt indult zenei karrierje is. Tanulmányait Budapesten végezte. 2008-ban védte meg doktori disszertációját a mélyrészfúvós hangszerek fejlődéséről. Tanít a Zeneakadémián, és külföldön is tart mesterkurzusokat. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője. Több nemzetközi versenygyőzelemmel a háta mögött, számos hazai és külföldi hangverseny után csütörtökön Nyíregyházán koncertezett a tubaművész. Különleges hangszereket szólaltatott meg a Cantemus családi bérlet hangversenyén. A művész nagy örömmel jött vissza szülővárosába, mivel régen lépett itt fel. A Nemzeti Filharmonikusoknak vagyok a szólamvezető tubása, valamint rengeteg felkérésem van új darabok komponálására, tehát amikor szabadidőm lenne, akkor is általában komponálok. Ráadásul a szüleim sem Nyíregyházán élnek, már ők is elköltöztek innen, tehát egyre kevesebb szál fűz ide, de azért még van itt egy-két jó barát, aki miatt nagyon szívesen jövök, de szakmailag viszonylag kevés tennivalom van errefelé, és azért is örültem nagyon ennek a felkérésnek. A közönség különleges hangszereket hallhatott a nyíregyházi hangversenyen. A művek olyan eredeti hangszereken szólaltak meg, mint például a szerpent és a csimbasszó, amelyeket ezekre írtak, és felcsendültek olyan dallamok is, amelyek abban a korban születtek, amikor ezek az egyedülálló hangszerek. A művésznek nem csak hazai, hanem külföldi munkái is vannak. Nemrég jöttem haza Svájcból, ugyanis ott egy genfi nemzetközi túlversenyen zsűriztem. Aztán, hát most ugye itt Nyíregyházán van két koncert, majd megyek Olaszországba, megyek megint Svájcba is játszani, közben komponálnom kell egy balettet, meg egy hegedűversenyt Olá Vilmos hegedűművésznek, tehát nagyon-nagyon tele van az évad, de azért megpróbálom kihozni. Szentpáli Roland nem csak tubaművészként, hanem zeneszerzőként is ismert, és számos felkérést kap. A tubára és más húvós hangszerekre komponált darabok mellett mind vokális, mind kamarazenei és nagyzenekari művei igényes alkotói világát jellemzik.